Kiszabadult az az olasz férfi, akit 2016-ban hurcoltak Szíriába. Sergio Zanottit 3 éve Törökország déli részén a szíriai határ közelében rabolták el, majd a fogvatartók több videót is közzétettek, amelyen a bressai üzletember az olasz kormányhoz fordult segítségért. Nagyon boldog vagyok, bíztam a szabadulásában és a külügyminisztériumban, mondta a híret Zanotti korábbi felesége, arra utalva, hogy egykori férje kiszabadításán az olasz kormány eredményesen fáradozott. A miniszterelnök Giuseppe Conte tájékoztatása szerint bonyolult és kényes diplomáciai művelet végrehajtásával sikerült elérni Zanotti szabadon engedését.